Nagy tömeg gyűlt össze a magyar kanizsai Tiszaparti strandháznál csütörtök délután. A Palicsi színjátszógrund lépett fel, és a Juhász zenekar is koncertezett, lehetőség volt pónilovaglásra is. Kis pasírta a magasba. A helyiek szívesen vesznek részt a jótékonysági akciókon, most sem volt ez másképp. Ezúttal Páger Anita gyógykezelésére gyűjtöttek. Magyar Kanizsa község ifjúsági irodájának önkéntesei süteményekkel, üdítőkkel is készültek a rendezvényre. Nagyon fontos, hogy segítsünk más embereken, főleg akik bajban vannak, vagy rászorulnak éppen. És én úgy veszem ki a részem az akcióban, hogy itt az ételeket és az italokat kiszolgálom az embereknek, akik ide jönnek. A jótékonysági programot a helyi ifjúsági iroda hívta életre, de a programhoz a Tótfalusi, Almás-Vasderes hagyományápoló egyesület és a Tisza Néptánc együttes is csatlakozott. Sok jótékonysági akciót szerveztünk már, mint az állatmenhelyektől kezdve rászoruló személyeken keresztül, tényleg nagyon sok akciónk volt. Már Kanizsa községen kívülre is gyűjtöttünk, már nem egyszer. Én úgy érzem, hogy bekapcsolódnak, és általában sikerül szép összegeket összegyűjtenünk, vagy sok támogatást, úgyhogy szerintem a kanizsai emberek abszolút nyitottak arra, hogy segítsenek és adakozzanak, csak itt teret kell nekik biztosítani erre. Az akciónak köszönhetően mintegy 30 000 dinár gyűlt össze Páger Anita javára.